Vendégem a stúdióban egy panorámás legenda, egykor felfedezőm volt, ő kérte az első anyagot tőlem. Köszöntelek, Andrés Sugár András. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetünk, és ha nem is forgatunk, de legalább beszélgetünk. Andrés, emlékszel talán, hogy 1987-ben, de régen is volt, még a Magyar Hírlap moszkvai tudósítója voltam, te kérted a Magyar Televízióból tőlem az első riportot, és ez pedig Afganisztán megjárt szovjet fiatalok összejöveteléről szólt. Semmi különös nem történt ott, de önmagában ez is tabunak számított, és lásd, most mi vagyunk Afganisztánban. Nem? Helyettük, és egész más protekció alatt, csak én aggódom a fiúkért. Hát nem vagy egyedül. Ugye nagyszerű Dubček és Havel interjúidra 20 évvel ezelőtt, az akkori úgynevezett rendszerváltások korában mindannyian emlékszünk. Hát Havel végül is nem lett a haverunk, ugye Bős Nagymaros ügyében, mert amikor elnök lett, akkor utána már nem állt ki. Ez így van, igen. És hát a guruló dollárok, amelyeket leleplezted, ugye akkoriban Moszkva felé gurultak a dollárok, mostanában ellenkező irányba, csak hát ugyanazok gurítják, nem? Most és nem is. Nagyon sok dollár gurul, ez a nagy bajunk. Inkább kifelé gurul. Kifelé, bizony. Mai témánk hatalom és alvilág. Hát nagyon aktuális, azt hiszem, hogy az olasz maffia tapsolna annak, ami Magyarországon történik. Ők még szerényen meghúzódtak a háttérben, ma már, mintha a parlamentbe is be lehetne vonulni maffia vezérként. Érdekes, hogy sokan azt mondják ma, hogy mi az, hogy ennyi rengeteg embert visz be mostana az ügyészség, meg a Nemzeti Nyomozóiroda, hogy micsoda dolog ez, miért történik, és nekem eszembe jutott, hogy amikor én forgattam Olaszországban, mikor a Tangentopoli, tehát a csúszópénzváros jelenség fölmerült, akkor az emberek teljesen természetesnek vették, hogy akárkit, aki bűnös, azt vád alá lehet helyezni. És ez megszüntette azt a teljes olasz politikai berendezést, ami majdnem 40 évig működött, tehát a kereszténydemokraták, a szocialisták és a szociáldemokraták pártja megszűnt, elpárolgott, és a két évvel azután, hogy ez a zseniális 42 éves fiatal ügyész Antonio Di Pietro elkezdte, letartóztatta Mario Chiesa kereszténydemokrata képviselőt, és utána jött a többi. És akkor az egész politikai rendszer szűnt meg, úgyhogy két évvel később már Berlusconi nyert választást. Tehát senki se csodálkozott azon, hogy a bűnözőket be kell vinni. És akkor voltak olyan egészen nevetséges dolgok, mikor egy Moroni nevű képviselő öngyilkos lett, de hagyott egy gyönyörű búcsúlevelet, amiben sokkal több barátját árulta be, mint amennyit az ügyészség össze tudott szedni, és akkor csapatostul indultak be a börtönökbe. Vagy volt például egy olyan politikus, akihez kiszállt a csendőrség, a Carabinieri, és két csendőr jött, hogy átadjon neki egy közönséges, közlekedési kihágásra hozott végzést. És az leültette őket, és azonnal bevallott rengeteg bűnt, hogy hány millió dollárnyi pénzt kapott mindenféle állami közbeszerzésekből, egyéb pénzekből, és ezen röhögött akkor egész Olaszország, hogy a közlekedési bírságból ez lett. Tulajdonképpen egy megdönthetetlennek hit rendszer bukott bele, ugye az alvilági mocskos ügyeibe, hiszen hát emlékszünk még akkor a nagyszerű filmekre, ezek ilyen áldokumentum-szerű dokumentumjátékfilmek voltak, ugye a rendőrség csak áll és néz, vagy például vizsgált egy minden gyanú felett álló polgár ügyében. Hát az ember azt hinné, hogy mi most a 70-es évek Olaszországát éljük meg itt Magyarországon. Igen, és ott is volt egy szocialista miniszterelnök, Bettino Craxi, aki kezdetben azt mondta, amikor Mario Chiesát letartották, hogy ő egy Mario Uolo, ő egy kis báb tulajdonképpen, és a szocialista párt teljesen tiszta, és erre kiderült, hogy őt is vád alá helyezték, és csak azért tudott meglógni Tunéziába, ahol 8 évvel később meghalt ágyban párnák között, mert a parlamenti immunitás annyira szabályzatlan volt, hogy például határidőt sem lehetett szabni a parlamentnek, hogy kiadja-e, hogy mikor adja ki a vád alá helyezett képviselőt, de aztán ezen segítettek, és egy hónapos határidőt szavazott meg a parlament.
úgyhogy akkor sokkal többet tudtak, többnek tudták megakadályozni a kivándorlását. Ugye hát a Kraxi miniszterelnök is volt, és belebukhatott ezekbe az ügyekbe, még ha ágyban és párnák között halt is meg, de nem a saját hazájában. Van egy sejtésem, hogyha nem is Tunéziába, de hasonló egzotikus országba menekülnek majd innen is kelet felé azok, akik bűnös. Hát ez már belpolitikai kérdés, és én külpolitikus voltam világéletemben, de van egy ilyen valószínűség, mert hiszen ha megnézzük azokat az urakat, akik például hamisan tanúztak Kecskeméten a bíróság előtt. Ugye azt például én nem, nehezen tudom elhinni, hogy aki egy minisztériumban államtitkár volt, az egyszerűen nem tud semmiről. Mert egy minisztériumban a miniszternek nem kell mindenről tudnia, tulajdonképpen, de az államtitkár köteles mindenről tudni. Köteles naponta érintkezni az osztályvezetőkkel, főosztályvezetőkkel, mi újság, mindenbe bele kell szólnia. Szóval vannak ilyen dolgok, hogyha ezeket a dolgokat megkaparják, akkor a börtönben lévő szocialista brigád az csak szaporodhat. És nem csak a szocialistákat, én nem tudom kizárni például az SZDSZ ismert vezetőinek a szerepét. Például ugye azt, aki a Szerencsejáték RT-nek a elnök vezérigazgatója, és közben felügyelőbizottsági elnök volt, és van a BKV-nál. Úgyhogy lehet, hogy még van egy csomó jelölt, akit a szigorúan törvényesen elő tudnak venni. Igen. Olaszországban végül is mi idézte elő ezt a földcsuszamlásszerű harcot az igazságért, és hát gyakorlatilag a bukását a hatalomnak, amely a maffiával összefonódott. Hát mikor már mindenki a Tangentopoliról beszélt, tehát a csúszópénzvárosról, kezdetben Milánóban, aztán Rómában, meg a többi városban is, továbbá a nápolyi Camorra, a kalábriai Ndangeta és a szicíliai maffia borzalmairól az egész ország beszélt. Annyira gyűlt a benzinben a feszültség, hogy egy szikra is elég volt, és ezt a szikrát adta meg Di Pietro, 42 éves ügyész, aki most lesz ősszel 60 éves még csak, és azóta európai képviselő is volt, meg olasz parlamenti képviselő is volt már. Úgyhogy kellett egy bátor ügyész. És azt hiszem, a mi ügyészeink között rengeteg tehetséges ember van Magyarországon, úgyhogy ha ezek a dolgok előjönnek, akkor senki se csodálkozzék. Mert ami itt folyt 8 évig, hát az borzalmas. Például nézzük meg ezt a németek büszkesége, a Rügeni híd, ami Stralsundból Rügen szigetéig vezet, és 2007. októberében avatta föl Angela Merkel. Ez 4097 méter hosszú, és hasonlítsuk össze a mi gyönyörű hídunkkal, a Megyeri híddal, ami 1861 méter hosszú. Egy méter ára a Rügeni hídnál magyar pénzre átszámítva 8.237.000 forint, egy méter. A Megyeri híd 33.852.000, tehát négyszer drágább egy folyóméter. Ha csak a folyómétert vesszük, az még szerény dolog, mert a Rügeni híd sokkal szélesebb is, háromsávos, úgyhogy itt kijön egy olyan borzalom, hogy mibe kerülhetett, hogy tudták a németek elérni, hogy mindössze 8 millió forintért, 270-es euró árfolyammal építették meg ezt a csodálatos 4000 méteres hidat, és ha megnézzük a Margit híd felújításának a költségeit, akkor ez a méterszám 6-szorosa a Rügen híd métereinek, holott itt például nem is kell pilléreket építeni, be kell burkolni a pilléreket. És nem a tengerben. Na de hogy 6-szor annyiba kerüljön egy meglévő hídnak a felújítása, vagy például az, hogy építünk, ugye nagyon büszke az MSZP az autópályáira, és valóban megépítették. Na de ebben a lapos országban völgyhidat építeni, óriási költsége. Ebben az M6-osnál például 5-6 méter magas lösz tombokba alagutakat építeni,
És közben látjuk, hogy Horvátországban igazi völgyhidakat építettek, 150 méter mély völgyek fölött. Bizony, és micsoda alagutakat. És 7 kilométeres alagutak is vannak. Jellemző hazai állapotainkra, ugye Olaszországból menjünk át az új világba.